kedves vendéget itt az Ajderego Klubba. Téged is szerelmem, nagyon édes. Ez a klasszikus, klasszikus sós pálcika. A Kizi nagyon szereti az ilyen típus fiúkat. Gyönyörű, szép, vékony, hirtondatos piniszer. És csak legyen, aki só szemeket legyen róla rákcsálni. Persze, minden oda szerelmem. Miért ne figyelsz, bazdmeg? Hát nézd, hogy lényőbe húzni. Persze, minden oda, és fecsik a mögött álló csávóval, bazdmeg. Hát ilyen jutottak a világ gyerekek. Hogy nem érted, amit mondanja neked? Nézd English! Megtaláltam azt, aki nem beszél magyarul. Majd itt is akkor beszélek, amikor Londonban hozzávogattam magyarul. Csak hallás szerelme. Úgyhogy akkor... De tudom már, hogy Englishból jöttél. Where are you from, honey? Russia! Russia! Gyanús vagy nekem. Kicsit ilyen Putyin akcentusnak vagy. Gyanús volt nekem ez a Poltjén, Vladimir Poltjén. Vladimir Vladimirovics Poltjén, dobja be a faszomat! Jó erősen, mélyen, hatalmasan, merjünk vele, de ne, azt mondom, nem vagyok elrontó félút, hogy nem lesznek öregyekkel. Na, gyakorlatilag én itt a politikáról. Egyszer állatok már nem vigyének a meccsibe, azt a szolgálatban. Mondom, fényes tekintető Poltjánról, hogy kapja be a faszok, már vinne is a fekete autó hajnalba. Reméljük, nem a női börtönbe, ugye? Hanem valami, nem tudom, egy 40 ilyen uralékhegyi pásztor közé, aki aztán gyakorlatilag az én csodálatos hajamat vernék tele mindenfélével. Amár a hajamnál tartunk meg a szerelmeink, többen megdicsérték a frizurámot, hát Betty Blue csinálta a hajamat, drága szerelmeink! Jaj! Mindig drága szerelmeink! Na, kérem szépen, mielőtt elkezdjük a mai nektek szállt a szobrócsoport körülmű műsorába, az elmúlt hétben ugye még pénzeken is, meg szombaton is ugye ilyen protestálandó egy Coca-Colával jöttem ki, elétek bele szörpölte a Coca-Colába, és azt mondta, hogy adja be mindenki a passzomat. De amikor most ma megláttam az Indexen Novák előtt csodálatos produkcióját a Coca-Cola gyár előtt, amikor is ő ott kurvára fel volt háborozva a buzikon, hát azt mondtam, hogy gyerekek, menjünk Putyinhoz, vagy nem tudom én, tehát onnantól kezdve már nincs kérdő erről beszélni, de szülem, hogy láttam valamit az Indexen Novák előtt, szösszenetét? Hát mint egy ember. És szokták kólát inni? Igen. Akkor Putyin van. Gyakorlatilag a kólát iszik Putyin, és küzdjük még ehhez, mondta a drága szerelmeink. Hát nem pontosan tudom egyébként, jól lenne tudni, hogy ebből a Pepsi kólás ezek profitál-e, de nyilván az, hogy Pepsi kólát iszik, az lesbikus. Igen? Összehozol a Novák előtte? Hát előbb találkozok Putyinnal, bazd meg mi Novák előtte. Úgyhogy hagyjuk, hagyjuk ezt. Én szoktam látni a Dálléban, mert oda jár. Vagy ott lakik valamerre. Kapja be a passzomat is. Na, szemeim, van itt egy kedves vendégünk, aki ma ünnepi a születésnapját. Úgy hívják őt, hogy a Robi. Merre van Robi a szülinapos? Robi, egy tassalítossuk őt. Le a barátaim. Gyere, Robi, már csókolják. Erre a fülemre hallok, egy jó képű, nagypasszú cigány gyerek, édes Robi, mit csinálta a kis ujjaddal szerelmem? Hogy hol? Látod, hogy dolgoznak a cigányok, bazd meg? Tehát, mert azt mondják, hogy nem dolgoznak, de nem igaz, mert munkahelyi sérülést szenvedett Robi, gyerekek. De hol a mélységben, a fűrészi parban, vagy hol dolgozott szerelmem? Hát én a gumiiparban. Hol? A gumiiparban. A gumiiparban, szülem. Hát amikor a faszomra húzod a gumit, akkor nem fog megsérülni a kis kezed szerelmem. Édes is
rosszabb, hogy a gumiiparban. De mit csinálsz a gumiiparban, Csilla? Ja, hogy felszereled a gumikat a kerékre, hogy ne is megsérült a kis kedved, Csilla. Anya, menjél tápénre, szerelem. Anya hajnalba újra könti neked a kis ujjadat. Mutasd a kis ujjad. Hát szép nagy bófi van rajta. Ennyire a megtart szerelmem. Nem csak játszál. Megjátsza magát csak ezzel a passzommal két passzal. Nincs ekkor a legalábbis reméljük. Meg itt egy csillagi anyjának, aki most kiposzolta nekre, hogy mivel foglalkozol, de most már tudjuk, hogy gumival foglalkozik. Hiszek, hogy ilyen buci, hogy rögezzem. De Klári, te is, igen. Hogy rohagy a gumiiparban dolgozik. Azt árulod el nekem, szerelmem, hogy hány éves lettél te ma? 31 éves! Drága szerelmeim! Ha jól kialudsza magát egy nappal, nem tűnik többet. És írtak el este, hogy pont egy ebben a lényeg, hogy ő a pasi? Igen. Mióta vagytok együtt, szerelmem? Hát, 7 hónap. 7 hónapja? Hát akkor még 7 hónap én szülsz, szerelmem. Valamiért azt gondolom, hogy Robi a pasi, de nem tudom, lehet, hogy ez fordítva vagy. Vagy Uni vagy Csillag? Igen. Jaj, de édes, de ezt nem szabad elárulni, mert csak ilyen viccből kérdezem. Pozi vagyok én is azért, tehát nem szabad elárulni, mindig azt kell mondani, hogy Antibika vagy, tudod. Nehogy is meg Gabika, akinek bőgött, az nem érte miért ők hozzák, hát nem basztam még meg egyszeresen. Na, de ők se engem. Na, drága szerelmeim, énekünk Robinak szépen hangosan, én meg hozzom az ajándékot. És először ezt láttam, azt hittem, hogy valami jó kis vagy sikosító, vagy nem tudom, hogy micsoda, hát csak egy ezodor, úgyhogy de az is, de nem jó, mert egyébként nem vagy egyébként, mert tele is tudsz szülészen áll meg oda. Úgy, de arra vigyázz, hogy a kubak ne maradjon meg. Hát valami kíros a sürgősség, hogy doktorul ne maradt a kubakja. Úgyhogy szapozni egy gyönyörű napszöveget, és egy ilyen szívecskés csokoládé, sherry, queen, hát a pillanat én vagyok, na mindegy. Ha nem is feltétlenül sherry, mert a drága pasikkal kaptam is, érdekes, hogy sokáig csokolád szeretettem. Tök szép a péntek van, tehát semmi apropója nincs a mai estének, csak összegyűltünk, hogy picit buziskodjunk. Körekötte is itt megy levette. Szóval semmi különösebb apropó nincs. Ki az, aki valahol elutazik a hosszú hétvégére? Mindegy hatal. Hát ebben nem gazdagszik meg a váv, azért gyakorlatilag. Anya megy fonyódra vasárnap, csak mondom, hogy valaki akar hétfőn lángoskodni vele. A szabad strandon, akkor az jöjjön Balaton fonyódra. Van ilyen Balaton fonyód? Nincs. Balatonon van fonyód, igen. Drága szerelmeim, és péntek lévén a kis teremben természetesen van karaoke, úgyhogy lehet énekelni egészen hajnali. Mi a kedved slágered, szerelmeim? Mit fogsz énekelni a karaoke? Nem tudom. Az egy nagyon szép dal, én mindig azt énekelem. Reszel Gábor, nem tudom, című dalak. Majd nem nézem, hogy milyen mikrofonat szerelmem aztán. Anya, hát, ha beleénekel majd. Na, drága szerelmem, akciósítani is, ha nem jött meg a Ránker. Úgyhogy el szoktam mondani, hogy egy 3 éve akciósabb, fűvülös Ránker. Ma, meg kurvára, nem ad, mert már az sincs.
oda jutott a vállalat, hogy nem ügyülös pálinkák sincs, mazzag azért az elég durva, de majd a jövő héten bepótoljuk. Na, kérem szépen, látom a tekintetekben, újra a tekintetekben. Na, jó posorom az az, hogy nyugtózatosan várjátok a sót, én meg az, hogy beüzemeljék a második légkondit is, az kurvára várom. Nyomjunk egy fajta légkondinak, és nyomjunk egy fajta következő ügyet az első művésznőnek. Drága barátaim a színpadon, Betty Blue!